Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imádunk és áldunk téged, Krisztus, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Kedves ausztriai és németországi testvéreimet nagy szeretettel köszöntöm. Ugye az elmúlt évek, évtizedek alatt sok segítséget kaptunk a bécsi testvérektől, drága jó Gerti nénitől, Erhártól. A 365 napról elnevezett keresztény gyülekezettől. És hát azóta minden évben elmegyek én ilyenkor február vége felé, hogy megköszönjem egyfelől a támogatást, másfelől, hogy beszámoljak arról, hogy hát, hogy is vagyunk, mi minden történik. Általában gyerekeket, kollégákat szoktam vinni magammal erre az útra, és ez alkalommal 4 kolléganőt viszek, tavaly férfiakat vitte, az idén nőket vinnék magammal, hogy ők saját házaikról, gondjaikról, örömeikről, hát be tudjanak számolni, tanúságot tudjanak tenni. Bécs után tovább mennénk Münchenbe, hisz Németországban is többen vannak, akik összefogtak, sokszor meglátogattak, mi is. Volt, hogy meglátogattuk őket, és ez a testvéri közösség együttműködésnek bizony sok-sok gyümölcse volt az elmúlt években, évtizedekben. És hát ugye nem tudunk egész Németországban minden ismerőshöz elmenni, de mindenkit bíztatunk arra, hogy jöjjön el. Szombaton ugye Münchenbe, és vasárnap délután, szombat délután szintén Münchenbe lesz szentmise, és vasárnap délután meg, hát Nürnbergbe fogunk szentmisét bemutatni. Én örvendenék, ha tudnánk találkozni, ha a kolléganőimet meg tudnátok hallgatni, a Petrozsini, a Nagyszalontai, a Borszéki és a Dózsa Györgyi otthonunk vezetői, felelősei lesznek velünk, velem, és hát ugye ők ország minden szegeletéből egy-egy kolléga be fog számolni mindarról, amit csinálunk. Szeretnénk vinni gyermekrajzokat is, és hát egy kis emléket hagyjunk magunk után, a gyermekek kezemunkáját, örvendenénk, hogyha találkozhatnánk veletek. Adja az Isten, hogy tényleg ez a találkozás, az öröm, az együtt gondolkodás percei legyenek. Hazafelé Sopronba szeretnénk megállni, az ottani testvéreinket szeretnénk meglátogatni, majd onnan ugye hazajövünk Dévára. A Jóisten áldása legyen mindazokon, akik valaha is egy jó szót, egy imát, egy kis adományt, bármit adtak a gyermekeinknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!